Országos frakcióülés csütörtökön Ózdon töltötte napját az MSZP vezérkara. Ez a háttér, kezdünk. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Háttér reményeim szerint ma is olyan témákkal, amelyekről érdemes beszélni. Országos frakciólést tartott a Magyar Szocialista Párt Ózdon. A frakció a helyi képviselőkkel is tárgyalt, például a munkahelyteremtésről. A megélhetési biztonság volt a témája a szolgáltatóház előtt tartott sajtótájékoztatónak, ahol aláírást is gyűjtöttek. A képviselők jártak ózdi idős otthonokban is, és taggyűlést is szerveztek az ózdi horgásztó partjára. A háttér vendége Tóth Bertalan, az MSZP frakció vezetője, és Kis Sándor, az MSZP ózdi szervezetének elnöke. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét. Miért éppen Ózd az MSZP frakciülésének a helyszíne? Több szempontot is figyelembe vettünk, amikor kiválasztottuk azt a helyszínt, ahol felkészülünk az őszi ülésszakra. Nagyjából szeptember végén, úgy számolunk, hogy 25-én kezdődik a parlament. Ilyenkor minden kezdésnél meghatározunk azokat a feladatokat, azokat a politikai irányokat, amelyeket elvégzünk és képviselünk az őszi ülésszak folyamán. És például egy ilyen szempont volt, hogy egy nagyon erős szocialista szervezet van Ózdon, kiváló elnökkel, és nagyon komoly önkormányzati munkával a hátuk mögött, és hát nyilván sok feladattal előttük. A másik pedig, hogy megélhetési válság van Magyarországon, és azok a térségek, ahol talán még nehezebb az élet, a mindennapi megélhetés, ahogy a megélhetés biztonsága még inkább veszélyben van, ott érdemes beszélni olyan ügyekről, hogy hogyan lehet a béreket emelni, hogyan lehet az alacsony nyugdíjakat felzárkóztatni, miért van rendkívül nagy szükség arra, hogy az Európai Uniós támogatásokat végre Magyarország le tudja hívni. Ez Magyarországnak jár, és semmi más nem kér az Európai Bizottság, mint hogy ne legyen korrupció, hagyják békén a bíróságokat, és hagyják békén az egyetemeket. Ezeket a feltételeket követeljük a kormányzat, hogy teljesítse, és hozzáférjen Magyarország az uniós pénzekhez, hiszen Ózdon is rendkívül nagy szükség lenne képzési programok indítására, ami pedig a munkahelyteremtés előkészítése lehet. Ezért jöttünk Ózdra, és meghallgatjuk természetesen nem csak az itteni képviselőket, hanem azokkal is találkoztunk a kitelepülésen, akik a mindennapjaikban élik meg, hogy milyen nehéz ma a megélhetés. Munkaerő hiány van az országban, és vannak térségek, például mint Ózda, ahol pedig magas a munkanélküliség. Ez teljesen elfogadhatatlan. Úgyhogy én örülök annak, hogy nagyon meleg szívvel fogadtak minket itt, és nagyon bízom benne, hogy az itteni emberek az érdekeit is, és az itteni kéréseket is meg tudjuk jeleníteni a parlamentbe, és el tudjuk mondani, hogy mit üzennek az ózdiak. Bizonyára ez Óznak is fontos, hogy egy kicsit a középpontba kerüljön. Igen, mikor beszélgetünk arról, hogy Ózdon lesz egy kihelyezett országos frakciülés, akkor mi azt a szlogent adtuk, hogy több figyelmet Óznak, hiszen el van hanyagolva Ózd, de azt lehet látni, hogy 2002 és 2010 között, amikor MSZP parlament volt, és helyben is MSZP volt vezetése, akkor mi minden épült Ózdon. Akkor figyelmet kapott. Ha figyelmet kapott a kaszinó, olvasó, úszoda, és lehetne sorolni, hogy mi minden kapott még figyelmet, és látjuk, hogy 2010 és 14 között hiába volt egy fideszes kétharmados önkormányzat, egy fideszes kétharmados országgyűlés, nem kapott figyelmet, hiszen pont abban az időszakban nem indultak be a fejlesztések. 2014 utáni változás után kezdtek újból a fejlesztések beindulni, és mi azt szeretnénk, hogyha minél több figyelmet kapna, hiszen ahogy beszéltünk is a munkahelyteremtésben,
az utóbbi időben jóval több munkahely szűnt meg, mint új jött létre. Ha már épített, vagy említette az épületek felújítását, ugye az Olvasó nyilvánvalóan nekem is a szívem csücske, de ott járt most az Olvasóban az a Hiller István, akinek az idejében az Olvasó megújult, sőt, Tóth István egykori országgyűlési képviselő is, ők hogyan élték meg ezeket a pillanatokat? Igen, nosztalgiáztak egy kicsit, és amikor frakcióvezető úr elindította a frakcióülést, én azzal vezettem fel, hogy ez a épületet köszönhetjük a akkori MSZP-s vezetésnek és Hillel Istvánnak, hiszen ő akkor volt oktatási és kultuszminiszter, és mikor a városunkban látogatott, beszélgetünk, hová vigyük, vihettük volna kiemelkedő helyeket, ami szép helyeket megmutatni, de Benedek Mihály polgármester úr azt mondta, hogy vigyük be az Olvasóba, ami már 10 éve nem működött, Radomus állapotban volt. Miniszter úr azóta is mondja, hogy ez zakó tisztításával miért tartozunk neki, hiszen összekoszolódott. És mondhatom azt is, hogy véletlenül múlott, hiszen van az Olvasóban nagyon jó tudja az emléktábla, amin nem tudom pontosan idézni, de az a lényege, hogy épült 1927-ben a Riman Budány 23-24, köszönöm, a Riman Budány részvénytársaság jóvoltából az ózdi munkás emberek kultúrát szórakoztatására. És annyira tetszett Hiller István miniszterúrnak ez a szöveg, hogy lefényképezte, és elindult egy folyamat, és egy pár héten belül címzett támogatásban megkaptuk a felújításra a pénzt. Ezt csak azt szeretném érzékeltetni, hogy lehet így is csinálni, és lehet úgy is, hogy stadionokat ötszörös áron, és olyan beruházásokat támogat a kormány, amivel a saját nedes csapat tehát tudja finanszírozni és előnyhöz juttatni. Lehet úgy is csinálni, és lehet becsületesen, normálisan is. Ott az Olvasó folyosóján találkoztam helyi vállalkozókkal is, és helyi képviselők is jelen voltak az ülés második részében. Ők mit mondtak, vagy milyen információkat szereztek tőlük? Természetesen nagyon fontos számunkra és a frakció számára, hogy ne csak magunk osszuk meg a véleményünket, ne csak a saját előterjesztéseinket tárgyaljuk meg zárt körben, hanem találkozzunk az itt élőkkel, vagy akár az itteni vállalkozókkal, akik közvetlenül el tudják mondani, hogy mi a probléma, és akár olyan megoldási javaslatokat tudnak tenni, amit mi fel tudunk használni. Összegezve azt tudom mondani, hogy ha munka van, akkor minden van. Viszont nem lehet úgy csinálni, hogy a Fidesz, hogy vannak részei az országnak, ahol tulajdonképpen már lehetetlen munkaerőt találni, és külföldi munkavállalókat hoznak be ázsiai országokból, miközben vannak olyan térségek, ahol még lehetne fejleszteni, és akár megfelelő képzési programokkal magyar munkaerőt lehetne alkalmazni, és nyilván ezzel megélhetést biztosítani. A vállalkozók is elmondták, hogy a legnagyobb probléma az oktatás és a képzési rendszernek a drasztikus leépítése, amit nyilván nem csak Ózdon tapasztalunk, hanem az egész országban. Nyilván most nem kell mondani, hogy a pedagógus béremelés elmaradása, hogy mennyire ez ugye az állam központosítás és az államosítással a helyi közösségnek minimális befolyása van az iskolára. Hogy ezért mondjuk azt, hogy az önkormányzatoknak vissza kell adni a szabadságot. Vissza kell adni a gazdálkodási szabadságát és azokat az intézményeket, amit el tud tartani, mert ki más tudná megfelelően meghatározni, hogy adott településen milyen oktatásra van szükség, mint az ott élő közösség. És mi ebben hiszünk, és ez a mindent a központban, mindent beseperni, mindent belapátolni, ez a következménye, hogy szinte semmilyen befolyása nincs a helyieknek erre. Úgyhogy ebben egyetértettünk, és nyilván meg is tesszük a parlamentben a javaslatainkat. A fideszes kétharmad nem feltétlenül fogja támogatni, de fordult már elő, hogy egy-egy javaslatunkat elfogadták, még úgy is, hogy nem ismerték, hogy mi javasoltuk, de mégis megszavazták. Ha már a Fideszt említette, itt többször is van egy országgyűlési képviselőnk, aki a fideszes politikus. Ő is itt járt a stúdióban, és ő például a munkahelyteremtésről azt mondta, szó szerint idézem,
Szkeptikus vagyok a helyszínt illetően, azért, mert nincs akkora összefüggő terület, amely egy több ezres nagyüzem befogadására alkalmas lenne, valamint a szükséges infrastruktúra egy része, villamoshálózat és egyéb közművek tekintetében még fejlesztenünk kell, és vajon elegendő munkaerő is rendelkezésre áll-e, ez is kétséges fogalmazott. Igen. Alapvetően még azt is lehetne mondani, hogy igaza van. De ha megnézzük azt, hogy amikor a Rimamuda részvénytársaság Ózdon elkezdte indítani az üzemet, falu volt Ózd. És a rendszerváltás környékén 49 ezer fős város lett, hiszen volt vonzása. A környező településeken lévő emberek itt dolgoztak. 12 ezer ember dolgozott a gyárban. Valahol el kell indítani, de ez mind csak döntés kérdése, ahogy frakció elnök úr is említette, hogy meg kell hozni bizonyos döntéseket. Ez nem működik, hogy Debrecenbe, Kecskeméten, Győrbe olyan munkahelyeket, olyan mértékű beruházások vannak, amit már a város nem bír el, nem lehet közlekedni, túl zsúfolt, nincs munkaerő, és mégis oda mennek a munkahelyek. Kormányzati döntést kell hozni. Ha tételesen meg akarunk cáfolni, nincs megfelelő energiaellátás. Kormányzati döntés is van. Nincs közlekedés. Kormányzati döntés, Kazincbarcika 30 kilométerre most behozzák a Miskolccal összekötő gyorsforgalmi utat. 30 kilométer kellene még meghosszabbítani. Mire az egy üzem megépül, ezek a döntések megvannak. Nincs szakember. Persze, hogy nincs majd, aki van, az is elmegy, hiszen nincs Ózdon munka. Ez egy ördögi kör, és valahol el kell indítani, és hogyha van egy, én meg fordítva gondolom, én azt gondolom, hogy Óznak a jövője azon múlik, hogy lesz egy több ezer fős munkahely. Hiszen ha van egy több ezer fős munkahely, arra lehet a képzést, a oktatást ráépíteni. Hiszen nem egy hónap alatt épül meg egy üzem. Ha tudjuk, hogy milyen szakemberekre van szükség, olyan oktatást kell elindítani. Nem gipszkarton szerelőt, hanem lehet, hogy akkor szerkezeti lakatost, vagy amire szükség van. És a másik, hogyha most egy fiatal elvégez egy iskolát, nincs Ózdon megfelelő középfokú, felsőfokú beosztás, elmegy más városokba. És vonzza, ha viszont lenne egy nagyobb munkahely, akkor a környező településekről is Ózdon jönnének dolgozni, és esetleg lakni is. Elfogadhatatlan, hogy a 49 ezer fős városból egy 31 ezer fős város lettünk. Említi a közlekedést, Ózd megközelíthetőségét, hát hogy most nézzük, akkor még rosszabb a helyzet, hiszen már most Borsod Nádasdi tető felől se könnyű megközelíteni a várost egy jó ideje. A szerkesztő úr azt tudja, hogy én önnél egyszer magyaráztam, hogy azzal, hogy bejelentették, hogy a Borsod-Nádasdon kapaszkodó sávokat építenek, az még nehezebb helyzetbe hozza Ózdot, hiszen az bele fog kerülni több 10 milliárdba, 50-70 milliárd forintba, és nem lesz csak egy fél megoldás, hiszen egy éve elkezdték, lezárták az utat, nem építenek semmit, és ez meg is valósul, ez a kapaszkodósáv, ez egy fél megoldás, de ki van pipálva hoz. Ezt egy megfelelő szakmai háttérre elő kellett volna készíteni, hogy megfelelő megközelíthetősége legyen Óznak, de tegnap előtt mentem Miskolcra, nem tudom ön mikor volt. Nem olyan rég. Egy óra 50 perc alatt értem be 55 kilométerre. Hasonlóan, igen. 55 kilométer egy közel két óra hossza. Hát elfogadhatatlan a 21. században. És ez megint csak kormányzati döntés. Hát Miskolctól Ózdig egy, a MSZP kormány megtervezte, hogy Miskolc és Bárévét négysávos gyorsforgalmi úttal fogják összekötni. De ez csak terv maradt. Járják az országot, nyáron is járták, itt is például utcafórum is volt, Jóléti Magyarország program. Nincs most jólét Magyarországon? Sajnos nincsen. Minden napjaiban érzik az emberek. Az élelmiszerinfláció, önmagában az infláció, az üzemanyagárak, a rezsiköltsége bármennyire hirdeti a kormány, hogy nem emelkedtek, de bizony 40-50-60%-kal. Jöttünk idefelé és láttam azokat a régi 60-70-es években épült házakat a falvakban, amelyeknek nincs szigetelése, amelyeknek a nyílászárói nem korszerűek. Tulajdonképpen az ottani fűtésrendszer, az ott élő családok az utcát fűtik, holott lett volna 10 évvel a kormánynak arra, hogy épületszigetelési programot indítson. Most már terve van, csak hát nem jön rá az uniós forrás.
Tehát ott egy ilyen háznak a fűtés költsége akár megtöbbszöröződött, hiszen átlagfogyasztásig 101 forint, a fölött meg 767 forintba kerül egy köbméter gáz. De beszéltünk az elektromos áramból is. Tehát érzik az emberek a mindennapjaikban, hogy az, ami jövedelmük volt, abból kevesebbet tudnak vásárolni. De ott van az, amit most művel a Fidesz, egy ilyen úgynevezett láthatatlan infláció, hogy az emberek ugyanannyi adót fizetnek, de rosszabb közszolgáltatást kapnak. Például ugyanannyi adót fizetnek, de rosszabb oktatást kapnak. Ugyanannyi adót fizetnek, de lehet, hogy messzebb kell utazni a házi orvoshoz. Fizetik az adót, de hosszabb lesz a várólista, tehát rosszabb és kevesebb közszolgáltatást kapnak ugyanazért a pénzért. És ugye az ember ilyenkor azt mondja, hát persze, hát nekem ennyi a pénzem, de érzi és tapasztalja, hogy minden egyre rosszabb. És egyszer nem is értem azt a dacolást, amit művelnek. Tehát, hogy ez egy önbeismerés, hogy nem fogom meglépni, amit az Európai Bizottság kér, mert korlátozná a hatalmamat. Nem fogok engedni, mert akkor nem tudnám ellopni az Európai Uniós pénzeket. Tehát ez az, amit a Fidesz művel, és ezt kell leleplezni, és ezt tesszük az utca fórumokon, hogy igenis lehetne jóléti Magyarország, le lehetne hívni 10 000 milliárd forint, ez az uniós pénz, ez annyira durva kimondani, nem is tudok rá hasonlatot, hogy mihez lehet hasonlítani, ami rendelkezésre áll, ott van. Azt mondja a Fidesz, hogy ezt már kifizették Ukrajnának, ordas hazugság. Ott van ez a pénz, csak a feltételeket kéne teljesíteni, csökkenne az infláció, lennének beruházások, újra növekedhetnének a reálbérek, az emberek jobban élnének, és az ilyen nehéz helyzetben lévő térségeken is ilyen uniós forrásokból lehetne segíteni utózni. A rezsikérdés itt Ózdon, és hát az ország több pontján nem csak a magánházaknál jelentkezik a családoknál, hanem például a kulturális létesítményeknél, sportlétesítményeknél is. Tavaly ugye több hónapig szünetelte nyitvatartás itt Ózdon is ezekben a létesítményekben. Erre van-e valamiféle megoldás, hogy ne úgy járjunk az idén télen is majd, mint tavaly? A tavaly évben az önkormányzat egy eseti bizottsága megvizsgálta, hogy milyen lehetőségei vannak. Sajnos tavaly be kellett zárnunk több intézményt is, a önökét is, a megtakarítás miatt. Idén is az a cél, hogy egy alapos vizsgálat alapján viszont ne zárjuk be az intézményeket. De ebben a legnagyobb gond az, hogy bizonytalansági tényező a kormány. Hiszen egy éjszaka, és saláta törvénybe, vagy egy kormány rendeletbe olyan rendeleteket hoznak, ami másnapra megváltoztatja addig felépített koncepciónkat. Az nem működik, de most lehet látni a napelemeseknél, hogy hirtelen, hogy meggondolták magukat. De ugyanez lehet a rezsiánál, hiszen elfogadhatatlan, hogy addig, amíg a világpiaci ár, például az elektromos áramnál szinte már a tőzsdén mínuszba megy le, addig nálunk nem csökkent egy forintot sem. Nem az, hogy azt látnánk, hogy könnyebb lesz a helyzetünk, hanem már most bejelentették, hogy januártól a benzin jövedéki adóját 40 forinttal fogják emelni. Most a héten 15 forint emelkedett a gázola, ott fog lenni, hogy 750 forint lesz egy liter üzemanyag. És amit az önkormányzatot, ami leghátrányosabban érinti, ez a bizonytalanság, hiszen készíthetünk mi terveket, ha azt egyik napról a másikra áthúzzák. De ettől függetlenül a városvezetésnek és a önkormányzatnak az a szándéka, hogy a lehető legkisebb mértékű bezárások legyenek. De egyébként rezsicsökkentés az van, vagy nincs? Önnek volt most egy bejelentése a gazdasági versenyhivatalnál az MVM számlákkal kapcsolatban. Mi a probléma ezekkel? Jelenleg a gáz tőzsdei ára az a háború előtti szint alatt van. Ez azt jelenti, hogy még ugye a rezsicsökkentés korábbi formák megszüntetése előtti időszakhoz képest is olcsóbb a gáz ára. Ehhez képest a rezsi számlát, ha megnézzük, akkor ott van az a narancssárga kis keret, mert be van írva, hogy ennyit kellett volna önnek fizetni, ezért ennyi a megtakarítása. Nagyon sok fogyasztó került abba a helyzetbe, ez az úgynevezett általánydíjasok, ilyen állandó részletfizetők,
akik azt vették kész, hogy fizették az általánydíjat, 40-30-45 ezer forintot havonta, majd hirtelen a nyári hónapokban 140-160 ezer forintos számlák jöttek, és nem értették, hogy mi történik. Elmagyarázta az MVM, hogy az ő számításuk szerint egy ilyen gázfogyasztási görbe alapján elfogyott a kedvezményes ár, tehát ők már nyáron a piaci áron vásárolták a gázt. Na de milyen piaci áron, amit a kormány határozott meg? Miközben ötöde jelenleg a gáznak az ára, beleszámítjuk az áfát, a rendszerhasználati díjat, tehát becsapják a fogyasztókat, ezért például nem dönthetnek úgy, hogy keresnek egy másik szolgáltatót, mert azt hiszik, hogy az a piaci ár jelenleg 1020 forinttal számol az MVM, mintha ennyi lenne a piaci ár, de a valóságban ez 210-230 forint, becsapja az embereket. De amit műveltek most az általánydíjasokkal, az is teljesen nonsense, és hiába hirdeti az, hogy de hát még így is mekkora kedvezményt kapszunk az embereknek, pont a nyár kellős közepén több százezer számlája érkezett. Valami válasz érkezett már valahonnan? Most kaptam egy hiánypótlást, tehát ez már eleve furcsa, mert eddig ahhoz szokta, hogy mindig ebből elutasítják az ilyen beadványaimat. Most hiánypótlási szakaszban vagyunk, természetesen amit most kérdeznek tőlem, azt meg fogjuk válaszolni, és kíváncsian várjuk a végső döntést. Mondok egy példát, van egy, pont hallgattam a rádióban a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét, aki elmondta, hogy egy szállás közvetítő cég hogy csapta be a vevőit, mert az interneten azt írt, hogy na már csak ez az egy szoba van, ha nem foglalod le, akkor már hárman érdeklődnek. És kiderült, hogy nem igaz. Félrevezette a fogyasztót, korlátozta a versenyt. Hát ugyanaz a helyzet, hogy félrevezeti a fogyasztót, azzal, hogy milyen mekkora nagy megtakarításod van, még így is, hogy itt vagy nálunk, és nem keres egy másik szolgáltatót, ahol akár ezért a 210-230 forintért meg tudná venni a gázt, helyett fizeti a 767 forintos brutálisan megemelt gázárat. Itt van a becsapás, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Beszéljünk még a végén egy kicsit a 2024. évi önkormányzati választásról, ugye, aminek tudjuk az időpontját. Van esélye a baloldalnak? Lehet összehozni egy olyan szövetséget, amivel megnyerhető ez a választás a Fidesszel, a NER rendszerével szemben? Az önkormányzati választásokon azt gondolom, hogy könnyebb a helyzet, tehát ott lesz együttműködés az ellenzéki pártok között, hiszen 19-ben egy csomó településen sikert tudtunk elérni, itt Ózdon is sikerült az ellenzéknek, már az országban ellenzéknek megtartani a képviselőhelyeket. Ott nem látok ilyen problémát, hogy nagy feszültségek lennének. Van egy nagy vitánk az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, többi ellenzéki párttal. Ugyanis egy olyan rendszer, persze tisztán listás rendszer, de azoknál a pártoknak, akik nem érik el az 5%-os küszöböt, az ő rájuk leadott szavazat nem elvész, hanem a legnagyobb támogatást kapó párt szavazataihoz adódik hozzá, és mert nyilván mi sokan vagyunk az ellenzéki oldalon, többféle szavazatot arányba fogunk kapni, de a legtöbbet egyben mégis a Fidesz. Tehát az ellenzékre leadott, előfordulhat a mi számításaink szerint, hogy az ellenzékre leadott szavazatok, azok az ellenzéknek nem hoznak mandátumot, de ellenben hoznak a Fidesznek, és ezért kezdeményeztük azt, hogy az ellenzék egy közös listával induljon a Fidesszel szemben, ami modell számításunk szerint akár egy 50-50 eredmény is kijöhetne, és azzal egy újabb reményt adhat az ellenzéki szavazóknak, hogy bizony a Fidesz megszorítható. Ha minden így marad, és látjuk, hogy befagytak az ellenzéki pártok támogatottságai, akkor előfordulhat, hogy a Fidesz úgymond túlnyeri magát, ezt már mondhatja Európában, hogy na ugye, hogy én megint megtudtam, és az ellenzéki szavazók is veszíthetnek a reményből, ezért mi ezt kezdeményeztük, meglátjuk, hogy eljutnak-e oda az ellenzéki pártok, hogy a saját érdekeiken túllépve azt nézik, hogy mi a fontos Magyarországnak. És mi újság a függetlenekkel, hiszen az sem mindegy, hogy ők hova tartoznak majd. Önkormányzati választásnál az nyilván települési tradícióktól függően nem probléma, hogyha vannak független
jelöltek, akiket mondjuk a pártok támogatnak, ott van egy egyesület, amit a pártok támogatnak, de ez mindig a helytől függ, meg a helyi szokásoktól függ. Valahol egyesülettel indulnak, valahol pártok indulnak. A lényeg az, hogy a választók bizalmából olyan munkát végezzenek, ami a helyiek és az ott élő érdekeit szolgálja, és nem egy központi utasítás alapján működnek. Ön hogy látja az esélyeket az önkormányzati választásokon? Én azt gondolom, hogy Ózdon bebizonyította az összefogás, hogy 2019-ben 10 egyéni körzetből 8 egyéni körzetet meg tudott nyerni. Akkor sokat beszélgettünk mielőtt önnel is, hogy akkor most mi lesz az MSZP-vel, összeolvadunk, nem? Akkor is elmondtam, hogy ez egy választási együttműködés volt, volt egy sikeres választás, és utána kötöttünk egy együttműködési megállapodást az ellenzéki oldalon, ami azt jelentette, hogy a két választás között hogyan dolgozunk együtt. Én most is azt mondom, hogy ismét szükség van egy választási összefogásra, hiszen, ahogy említettem, bebizonyította 2019-ben, hogy ez működőképesen tud működni. Várjuk ennek a kezdeményezését, mi természetesen nem fogunk elzárkózni egy összefogástól, de mindig azt is elmondom, hogy ha valaki velünk nem akar összefogni, vagy nem tud, akkor az MSZP egyedül fog indítani minden körzetben jelöltet. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, jó munkát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen. Ez volt a háttér, várjuk Önöket legközelebb is, amikor reményeim szerint olyan témáról beszélgetünk majd, amelyekről érdemes. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!